tisztelettel és elismeréssel adózunk a Békés-megyei vállalkozások teljesítményét illetően. Békés-megyének a kormány szövetséget ajánl. Én külön örülnék annak, ha Csongrád megye, Békés megye, Békéscsaba és Hódmezővásárhely között ki lehetne alakítani észszerű és jó együttműködéseket. Békés megye fejlődési lehetőségeiről beszélt Lázár János péntek este Békéscsabán, a megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. A miniszter elmondta, Békés megye egésze, valamint Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok megye egyes részei gazdaságilag feltáratlanok, megközelíthetetlenek, ezáltal elmaradottabb, hátrányos helyzetben lévő területnek számítanak. Ezek a területek ugyanakkor mezőgazdasági és élelmiszeripari szempontból sok lehetőséget tartogatnak, munkaerőtartalékuk révén versenyképességi tartalékot is jelentenek az ország számára. Kiemelte, stratégiai kérdés lesz, hogy milyen lehetőséget tudnak az élelmiszeriparnak teremteni az uniós szabályok figyelembevételével. A miniszter hangsúlyozta, hogy a délalföldi régió gazdasági elmaradottsága a megközelíthetetlenségének tudható be. Ezért a kormány az egyik legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy a térséget bekösse az ország úthálózatába, mind kelet-nyugati, mind pedig észak-déli irányban. A Gyula TV kérdésére válaszolva beszélt a Szeged-Békéscsaba-Gyulavas útvonal tervezett villamosításáról. Ebben a két esztendőben a Gyula és a Szeged közötti vasútvonal villamosítását elhalasztottuk, de a tervezésre mandátumot adtunk, tehát nem fog elmaradni, csak elhalasztottuk. Ez azt jelenti, hogy egy későbbi időpontban fogjuk megvalósítani. Most a következő két évben nem ez a hangsúlyos feladat, bár fontos feladatnak tekintjük, félreértés ne essék. Meghallgatta a miniszterelnök úr a polgármesterület, a képviselőtestületet, és az világosan látszik, hogy erre szükség van, csak rangsorolni kell bizonyos fejlesztéseket. Egyébként vizsgáljuk azt, hogy a vasúti fejlesztésekhez milyen pénzügyi forrásokat tudunk még teremteni, tehát nem veszett még az ügy, de EU-s forrásból ezt a következő két évben nem tudjuk megvalósítani. Lázár János szintén a Gyula TV kérdésére válaszolva beszélt a Szigeterőd projektről is. Azt mondta, a kormány megadja a támogatást, amennyiben az előtanulmányok azt bizonyítják, hogy a fejlesztés a vendégészakák számának növekedése tekintetében megtérül. Most mi a turisztikai ügynökséggel egyeztetünk ezeknek a fejlesztési terveknek a sorsát illetően, mert nyilvánvaló a turizmusba az állam szívesen investál, de látnunk kell a megtérülést is, hogyha Gyula városa és a gyulai turisztikai szereplők azt dokumentálni tudják, hogy ez a fajta attrakciófejlesztés, ez a fajta látványosságfejlesztés meghozza a bevételi oldalon az eredményeket, és a turizmusban a látogatói szám, az vendégészakák száma növekedni fog továbbra is Gyulán, ugyanilyen ütemben vagy még nagyobb ütemben, akkor számíthatnak a támogatásunkra. Tehát most már nem azt nézzük, hogy egy jó projekt vagy nem jó projekt, hanem a megtérülését próbáljuk kiszámolni. Lázár János pénteken jelentette be azt is, hogy a kormányhivatal főigazgatói posztjáról felmentette Petrócki Zoltánt. A személyi változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a kormányhivatalok működésének átalakulása miatt volt rájuk szükség.